Aha! Na jó, hogy épp így összegyűltek itt. Lányom, itt az írás, mely örömödre szolgál. Hogy benne mi lehet, előtted nem titok már. Apám, az égre, mely tudja, hogy szenvedek, s mindenre, ami még apámnak szent lehet, oldja fel apai jogát egy percre, s engem hadd ne némítson el gyermeki engedelmem, ne hallja meg az ég, hogy tör fel panaszom, mert lesújt, amivel apámnak tartozom. S ne kívánja, hogy az élet, melyet apámtól kaptam, apám miatt boldogtalanra váljon. Ha tönkre teszi már édes reményemet, és nem engedi, hogy szerelmem élegyek, legalább ne legyek, így kérem, látja térden. Azért, aki csupán utálni tudok, érzem, s ne használja apám hatalmát arra, hogy még szerencsétlenebb legyek, mint most vagyok. Csak keményen, szívem, csak nem szánni kimélni. Én nem bánom, apám bárhogyan is becézi, egész nagy vagyonát adja most már neki, sőt, az enyémmel is még megnövelheti, én beleegyezem boldogan, csak szeresse. De a személyemet ne adja át neki, ez ne. Jobb lesz egy szigorú kolostorban nekem, zord falai között múlik el élete. Szép eset mondhatom. Csak azért lesz apáca, mert szíve lángjait elfojtja a papája. Állj fel! Mennél nagyobb fájdalom ez neked, annál nagyobbra nő a mennyben érdemed. Érzékeidet e házasság csak gyötörje, és ne jajgass el a fejemet előre. Hogyan? Hallgasson ott, kérdezte valaki? Maga ne merjen itt bármit is mondani. Hatán meghallgatod, van néhány jó tanács. A te tanácsaid legjobbak a világon, mindegyik alapos, mindnek van veleje. De ha megengeded, most nem élek vele. Csak nézem, hallgatom, és eláll a szavam. Csodálom vakságát, amely határtalan. Ugyan nagyszerűen elcsavarták fejét, hogy nekem se hisz, és letagadná a tény. Csak a tényeknek hisz, leghívebb hódolója. S az tény, hogy fiam a bizalmát bitorolja. Ezért fedezi ön azt az otromba csínt, mit e gaz kieszel, tarti felle megint. Maga túl nyugodt volt ahhoz, hogy elhihessem. Ó, sokkal hevesebb volna ilyen esetben. Egy vallomás olyan nagy esemény nekünk, hogy rögtön riadót fújjon becsületünk, hát azonnal kiüt a rossz hírfoltja rajtunk, ha nem lángol szemünk, nem átkozódik ajkunk. Az ilyen vallomást én csak kinevetem, és bevallom, hogy a botrányt nem kedvelem. Az elutasítás, ha csöndes és hideg, visszataszít az is egy tolakvó szíve. Ismerem az ügyet, és amit mondtam, állom. Én meg egy különös gyarlóságát csodálom. De akkor is ilyen hitetlen volna, ha fülével hallja, hogy mégsem volt igaza? Hallom. Igen. Tréfál. És ha tudok arra módot, hogy lássa maga is, mennyire becsapódott? Mese. Az Istenért feleljen legalább. Ne higgye el csak azt, amit a szeme lát. Tegyük fel, hogy maga jól elrejtőzik, aztán kettőnk jelenetét hallja és látja tisztán. Mondogatná-e, hogy Tartuffe kegyes derék? Azt mondanám. Na, de semmit sem mondanék. Ez lehetetlen. Úgy, tehát megmarad ebben. Szándéka, hogy tovább is hazugnak nevezzen? Ha csak tréfából is, de megkövetelem, hogy azonnal és itt tanúskodjék nekem. Na jó, szaván fogom. Már magam is kíváncsi vagyok, mit tervez, és tud-e szavának állni. Dorin, hívja le! Ravasz és portélyos eszű, kelepcébe csalni nem olyan egyszerű. A szerelem saját ábrándjainak rabja, és az ön szeretet önmagát is becsapja. Csak küldje le ide. Ti pedig menjetek.